Hare Krishna, folytatjuk a Srimad Bhagavatam második énekének felolvasását, a 6. fejezet 12. versétől. Most hát, hogy így legyezgetek, de nagyon sok légy van. Om namo Bhagavate Vasudevaya, Om namo Bhagavate Vasudevaya, Om namo Bhagavate Vasudevaya. Tehát 6. fejezet 12. vers. E nagy személyiség tudata a vallásos elvek lakhelye, az enyémnek, a tiédnek és a négy nőtlen szentnek, Szanakának, Szanátanának, Szanátkumarának és Szanandanának. Tudata az igazság és a transzcendentális tudás hajléka is. 13-tól 16. versig. Tőlem, Brahmától kezdve egészen hozzád és Báváig, Síváig, minden nagy szentet, akik előtted születtek, a félisteneket, a démonokat, a nágákat, az emberi lényeket, a madarakat, a vadállatokat, a hüllőket, stb. Az univerzumok összes érzékelhető megnyilvánulását, vagyis a bolygókat, a csillagokat, az aszteroidákat, a világító égitesteket, a villámlást, a mennydörgést és a különféle bolygórendszerek lakóit, azaz a gandarvákat, az apszarákat, a jaksákat, a raksákat, a butaganákat, az uragákat, a pásúkat, a pitákat, a szithákat, a vidyádharákat, a csaranákat és az élőlények minden fajtáját, beleértve a madarakat, a vadállatokat, a fákat és minden létezőt, az Úr univerzális formája fedi be örökké, a múltban, a jelenben és a jövőben, noha ő transzcendentális mindegyikükhöz képest, és örökké létezik egy olyan formában, amelynek nagysága nem haladja meg a 9 hüvelyket. Magyarázat. Az Istenség legfelsőbb személyisége, részleges képviselője a felső lélek által, aki nem nagyobb 9 hüvelyknél, energiája segítségével felveszi az univerzális formát. Ez az univerzális forma tartalmaz minden szerves és szervetlen anyagból álló megnyilvánulást. A különféle megnyilvánult univerzumok tehát nem különböznek az Úrtól, ahogyan a különféle formájú és alakú aranyékszerek sem különböznek az eredeti aranytömbtől. Más szóval az Úr, legfelsőbb személy, aki mindent irányít a teremtésen belül, és mégis a legfelsőbb különálló azonosság marad, s különbözik minden megnyilvánult anyagi teremtéstől. A Bhagavad Gita 9.4-95-ig ezért Jogesvarának nevezi őt. Minden az Úr Sri Krishna energiáján nyugszik, ő mégis különbözik minden ilyen azonosságtól, a transzcendentális hozzájuk képest. A Rig mantra védikus purusa suktája szintén megerősíti ezt. E filozófia igazságot az egyidejű egységről és különbözőségről, melyet Acintya Béda-Bédának, Tatvának neveznek, az Úr Csétánya Mahaprabhu terjesztette el. Brahma, Nárada és a többiek mindegyek a legfelsőbb Úrral, ugyanakkor különböznek is tőle. Mindannyian egyek vagyunk vele, ahogyan az aranyékszerek is minőségileg egyek az aranytömbbel, ám egy-egy aranyékszer mennyiségében sohasem lehet egyenlő az aranytömbbel. Az aranytömb sohasem merül ki, még ha számtalan ékszer készül a tömbből, akkor sem, mert Purnám, teljes. Még ha Purnámot veszünk is el a Purnámból, a legfelső Purnám akkor is ugyanaz a Purnám marad. Ez a tény azonban jelenlegi tökéletlen érzékeink számára felfoghatatlan. Az Úr Csétanya ezért Acintyaként, felfoghatatlanként határozta meg filozófiájának ezt az elméletét, és ahogy azt a Bhagavad Gita és a Bhagavatam megerősíti, az Úr Csétanya Acintya Béda-Béda Tatva elmélete az abszolút igazság tökéletes filozófiája. 17. vers. A napsugarait állasztva, e világon belül és kívül mindent megvilágít, s az Istenség legfelsőbb személyisége ugyanígy tart fent mindent a teremtésen belül és kívül univerzális formáját kiterjesztve. Magyarázat. Ez a vers az Úr univerzális formájáról, vagy személytelen aspektusáról, amelyet Brahma Jyotinak neveznek, ad érthető magyarázatot, a nap sugárzásához hasonlítva azt. A napsugár az egész univerzumban szétárad, de forrása a napbolygó vagy a Surya Narayannak nevezett istenség jelenti-e sugárzás alapját.
Ja. Ehhez hasonlóan az Istenség legfelsőbb személyisége, az Úr Krisna az alapja a személytelen Brahma-Jyoti sugárzásnak, az Úr személytelen aspektusának. Ezt erősíti meg a Bhagavad Gita is 14.27. Az Úr univerzális formája tehát személytelen formájának másodlagos elképzelése, ám az elsődleges forma a kétkarú Siáma Szundara, aki örök fuvaláján játszik. Az Úr szétáradó személyes sugárzásának 75%-a a lelki égben nyilvánul meg, Tripad Vibhuti, 25%-a pedig az anyagi univerzum teljes kiterjedése. A Bhagavad Gita 10.42 ezt szintén kijelenti, és el is magyarázza. Így sugárzásának 75%-os kiterjedését, belső energiájának 25%-os kiterjedését pedig külső energiájának nevezik. Az élőlények, akik a lelki és az anyagi kiterjedésben egyaránt jelen vannak, az Úr határenergiáját képezik, Tatás Ha Shakti. Szabad választásunk szerint élhetnek bármelyik energiában, akár a külsőben, akár a belsőben. Azokat, akik az Úr lelki kiterjedésében élnek, felszabadult lelkeknek, míg a külső kiterjedés lakóit feltételekhez kötött lelkeknek nevezik. Csak felbecsülni tudjuk, hogy a belső energia lakóinak számát a külső energiában tartózkodók számához képest, és könnyen arra a következtetésre juthatunk, hogy a felszabadult lelkek sokkal többen vannak, mint a feltételekhez kötött lelkek. 18. vers. Az Istenség legfelsőbb személyisége a halhatatlanság és a félelem nélküliség ura, aki transzcendentális a halálhoz és az anyagi világ gyümölcsöző tetteihez képest. Ó, Nárada Brámana! Rendkívül nehéz emiatt felbecsülni a legfelsőbb személy dicsőségét. Magyarázat. Az Úr belső energiájának transzcendentális 75%-ában megnyilvánuló dicsőségéről ír a Padma Purana, Uttara Kanda. Kijelenti, hogy azok a bolygók a lelki világban, amelyek az Úr belső energiája kiterjedésének 75%-át alkotják, számtalanszor nagyobbak azoknál a bolygóknál, amelyek az Úr külső energiája alkotta univerzumok összességében találhatók. A Chaitanya Charitamrita az Úr külső energiájában található univerzumokat egy vödör mustelmaghoz hasonlítja, amelyben egy mustelmagot tekint az egy univerzumnak. Az emberi energia nem elegendő ahhoz, hogy megszámolja a bolygókat ebben az univerzumban, melyben most élünk. Hogyan számolhatnánk meg az univerzumok összes bolygóját, amelyeket egy vödör mustelmaghoz hasonlítanak? A lelki égen legalább háromszor annyi bolygó van, mint az anyagi világban. Ezek a bolygók lelkiek, ezért valóban transzcendentálisak az anyagi kötőerőkhöz képest, s így a tiszta jóság kötőerejének hatása alatt állnak. A lelki gyönyör, Brahmananda, ezeken a bolygókon teljességében tapasztalható. Minden ilyen bolygó örök, elpusztíthatatlan, s mentes minden mámortól, amelyet az anyagi világban tapasztalhatunk. Mindegyikük önragyogó, s erőteljesebben árasztja fényét, mint millió és millió anyagi nap együtt, ha el tudjuk egyáltalán képzelni. A bolygók lakói nem szenvednek a születéstől, a haláltól, az öregkortól és a betegségektől, s mindenről tökéletes tudásuk van. Mindannyian isteni tulajdonságokkal rendelkeznek, s mentesek minden anyagi vágyakozástól. Semmi más dolguk nincs ott, mint hogy transzcendentális szeretőszolgálatot végezzenek a legfelsőbb úrnak, Nárajánnak, a Vajkunta bolygók uralkodó istenségének. Ezek a felszabadult lelkek szüntelenül a száma véda dalait éneklik, Védai Sangha Pada Kramopanishadair Jayanti Yam Samagah. Mindegyikük az öt Upanishad megtestesülése. A Tripad Vibhuti, vagyis a 75%, amelyet az Úr belső energiájaként ismerünk, Isten birodalmaként fogható fel, messze túl az anyagi égen, amikor pedig a Pada Vibhutiról beszélünk, vagyis a külső energiából álló 25%-ról, az az anyagi világ szférájára utal. A Padma Purana azt is elmondja, hogy a Tripad Vibhuti birodalma transzcendentális, még a Pada Vibhutié anyagi. A Tripad Vibhuti örök, még a Pada Vibhuti múlandó. Az Úr és örök szolgái a transzcendentális birodalomban mind örök formával rendelkeznek, amely áldásos, tévedhetetlen, lelki és örökké fiatal, más szóval nem kell engedelmeskedniük a születés, halál, öregkor és betegség törvényének.
Ez az örök birodalom transzcendentális élvezettel, szépséggel és gyönyörrel teli. A Srimad Bhagavatam verse azt is megerősíti, s a transzcendentális természetet Amritaként jellemzi. Ahogyan azt a védák elmondják, Utamrita Vas Yeshanah, a legfelsőbb úr, a halhatatlanság ura, azaz halhatatlan, s így halhatatlanságot adhat a baktáknak. A Bhagavad Gita-ban 8.16 az úr arról is biztosít minket, hogy annak, aki eljut a halhatatlanság birodalmába, sohasem kell többé visszatérni a háromféle szenvedés halandó világába. Az úr nem olyan, mint egy földi úr. Egy földi, világi mester vagy úr sohasem leli örömét abban, hogy egyenrangú társaknak tekinti alárendeltjeit, ezen kívül nem is halhatatlan, s nem tud halhatatlanságot adni azoknak, akikről gondoskodik. A legfelsőbb úr minden élőlény vezetője, saját személyiségének összes tulajdonságával megállhatja a baktát, beleértve a halhatatlanságot és a lelki boldogságot is. Az anyagi világban az élőlények szíve örökös aggodalommal és félelemmel van teli, ám az úr, mivel ő a legfelsőbb félelem nélküli, e tulajdonsággal ruházza fel tiszta baktáit is. Az anyagi létezés már önmagában egyfajta félelem, mert a születés, a halál, az öregkor és a betegségek, melyek minden testre hatással vannak, nyomasztó félelemben tartják az élőlényeket. Az anyagi világban mindig érvényesül az idő hatása, amely azt idézi elő, hogy a dolgok egyik állapotból a másikba kerüljenek. Az élőlény, aki eredetileg avikára, vagyis változatlan, rendkívül sokat szenvede változások miatt, ami az idő befolyásának köszönhető. Az örök idő változást előidőző hatása kétségtelenül hiányzik Isten halhatatlan birodalmában, és ebből megérthetjük, hogy ott nem érvényesül az idő befolyásolása, ezért nem létezik félelem sem. Az anyagi világban az úgynevezett boldogság az ember saját tetteinek eredménye. Az ember fáradtságos munkája következtében meggazdagodhat, de örökké félelem és kétségek gyötrik, amiatt meddig tart vajon a megszerzett boldogság. Isten birodalmában azonban senki sem törekszik arra, hogy valamilyen szinten boldog legyen. A boldogság a lélek természete, ahogyan azt a Vedanta szutrák írják. Ananda Mayo Ibyasat. A lélek természetére jellemző, hogy boldogsággal teli. A boldogság a lelki természetben mindig növekszik. A boldogság csökkenéséről nem beszélhetünk. Ilyen vegyítetlen lelki gyönyör sehol sem találhatunk az anyagi univerzumon belül, még a Janalóka, Maharlóka vagy Szattyalóka bolygókon sem, hiszen még az Úr Brahmának is engedelmeskednie kell a gyümölcsöző tettek, valamint a születés és halál törvényeinek. Éppen ezért a vers azt mondja, Durát Jajach, ami annyit jelent, hogy még a legkiválóbb brahmacsárik vagy szannyászik sem tudják elképzelni, milyen boldogság uralkodik Isten örök birodalmában, pedig ők alkalmasak arra, hogy a mennyek régióján túli bolygókra emelkedjenek. A legfelsőbb úr olyan hatalmas, hogy a kiváló brahmacsárik vagy szannyászik sem tudják elképzelni nagyságát, ám az úr tiszta baktái valóban elnyerik ezt a boldogságot az ő isteni kegyéből. 19. vers. Az Istenség legfelsőbb személyiségét úgy kell ismernünk, mint aki energiájának egy negyed része révén, amelyben az élőlények mindegyike létezik, minden anyagi fenség legfőbb tárháza. Halhatatlanság és félelem nélküliség jellemzik Isten birodalmát, amely túl van a három felső bolygórendszeren és az anyagi burkokon, s ahol nincs jelen az öregkor és a betegségek okozta aggodalom sem. Magyarázat. Az Úr Sandhini energiája teljes megnyilvánulásának egynegyede az anyagi világ, háromnegyed része pedig a lelki világ. Az Úr energiáját három összetevőre osztották, a Sandhini, a Samvit és a Hladini energiákra, más szóval ő a lét, a tudás és a gyönyör teljes megnyilvánulása. Az anyagi világban a lét, a tudás és az öröm ilyen érzése nagyon csekély mértékben nyilvánul meg. Az élőlények, akik az Úr parányi szerves részei, a felszabadult szinten kismértékben képesek megízlelni a létezés, a tudás és a gyönyör e tudatát. Ellenben az anyagi lét feltételekhez kötött szintjén nagyon nehezen ismerik fel azt, mi az életben a tényleges, egzisztenciális, felfogható és tiszta boldogság. A felszabadult lelkek, akik sokkal többen vannak, mint azok a lelkek, akik az anyagi világban élnek, a valóságban tapasztalhatják az úr említett Sadini, Samvit és Hladini energiáit, mert halhatatlanságot és félelem nélküliséget élveznek, s mentesek az öregségtől és a betegségektől.
Az anyagi világban a bolygórendszerek három szférába rendeződnek el. Ezeket trilókának, vagy Svarga, Matya és Patalókáknak nevezik, és összesen csupán egy negyedét alkotják a teljes Sadini energiának. Ezentúl a lelki ég található, ahol a Vaikunta bolygók léteznek, túl a hét anyagi réteg alkotta burkon. Az ember a trilóka bolygórendszerek egyikén sem tapasztalhat halhatatlanságot, teljes tudást és teljes boldogságot. A három felső bolygórendszert Szatvika bolygóknak nevezik, mert lehetőséget nyújtanak a hosszú életre, s aki ott él, viszonylag mentes a betegségektől és az öregkortól, s félelem nélküliségre is szert tesz. A nagy bölcsek és szentek a mennyei bolygókon túli Mahalókára kerülnek, ám még az a hely sem az a hely, ahol az ember nem ismeri a félelmet, mert a Mahalóka minden kalpa végén megsemmisül, és lakóinak még magasabb bolygókra kell emelkedniük. De még azokon a bolygókon sem szabadul meg senki a haláltól. Lehet, hogy viszonylag hosszabb az élete, nagyobb tudással rendelkezik és teljesebb boldogságot élvez, de halhatatlanná válni, megszabadulni a félelemtől, az öregkortól és betegségektől ténylegesen csak az anyagi eget fedő bulkok anyagi szféráin túl lehetséges. Mindezek a fejen helyezkednek el. Adyani Murdhasu. 20. vers. A lelki világ, amelyet az Úr energiájának háromnegyed része alkot, túl van ezen az anyagi világon, és csak azok élnek ott, akik többé nem születnek meg újra. Másoknak, akik ragaszkodnak a családi élethez, s nem tartják be szigorúan a cölibátus fogadalmát, a három anyagi világon belül kell élniük. Magyarázat. A Varnásama Dharma, vagy Szanátana Dharma rendszer legfelsőbb szintjét mutatja be nagyon érthetően a Srimad Bhagavatamnak ez a verse. A legnagyobb áldás, amelyben egy emberi lénynek része lehet, ha arra nevelik, hogy megváljon a szexuális élettől, mégpedig azért, mert egyedül a szexuális élvezetnek köszönhető, hogy anyagi feltételekhez kötött élete születésről születésre folytatódik. Az az emberi civilizáció, amelyben az emberek nem kötik szabályokhoz a szexuális életet, negyedrangú civilizáció, mert ilyen légkörben az anyagi test ketrecébe zárt élek sohasem szabadulhat fel. A születés, a halál, az öregkor és a betegség az anyagi testre vonatkozik, és semmi köze a szellemi lélekhez. Ám amíg az egyéni lélek az érzéki élvezetek iránti testi ragaszkodásra kap ösztönzést, addig arra kényszerül, hogy továbbra is újra és újra megszülessen, és meghalljon az anyagi testnek köszönhetően, amelyeket mulandó, pusztulásra ítélt ruhához hasonlítanak. A Varnásama rendszer arra neveli az embert, hogy az emberi életben elérhető legnagyobb áldás érdekében tartsa be a cölibátus fogadalmát, egészen a brahmacari életrendtől kezdve. A brahmacari élet a tanulók élete, akiket arra neveltek, hogy szigorúan tartsák be a cölibátus fogadalmát. Azok a fiatalok, akik még nem ízlelték meg a szexuális életet, könnyen tartják magukat a fogadalomhoz, s aki egyszer megszilárdul a brahmacari élet elveiben, az nehézség nélkül folytathatja útját a legtökéletesebb szint eléréséig, s eljuthat az Úrnak abba a birodalmába, amelyet energiája háromnegyed része tesz ki. Korábban már megmagyaráztuk, hogy az Úr háromnegyed résznyi energiájának birodalmában nincs halál és nincs félelem, és az ember boldogsággal és tudással teli, gyönyör teljes életet él. A családi élethez ragaszkodó házas ember könnyen le tud mondani a szexuális életről, ha a brahmacari élet elvei szerint részesült nevelésben. A családosoknak azt tanácsolják, hogy életük 50. éve végén hagyják el otthonukat, Panchashordvam Vanam Vrajet, és éljenek az erdőben, majd amikor már teljesen megszabadultak a családi ragaszkodástól, lépjenek a lemondott rendbe, mint szannyászi, teljesen átadva magukat az Úr szolgálatának. Az emberi lény számára bármilyen vallásos elv követése hasznos, amely a cölibátus fogadalmának betartására neveli, mert csak azok vethetnek véget az anyagi létezés szenvedéssel teli életének, akik ilyen neveltetésben részesültek. A nirvána elvei, amelyeket az Úr Buddha hirdetett, szintén azt a célt szolgálják, hogy véget vessenek a nyomorúsággal teli anyagi létnek. A Srimad Bhagavatam ennek a legmagasabb szintű módszerét javasolja, s világos képet ad a tökéletességről, noha alapvetően nincs különbség a buddhisták, a szankariták és a vaisnavák követte folyamatok között. Hogy a tökéletesség legfelső szintjére emeljen, azaz megszabadítson a születéstől és a haláltól, az aggodalomtól és a félelemtől, e folyamatok egyike sem engedi meg, hogy követői megszegjék a cölibátus fogadalmát.
A családosok is, akik szándékosan megszegik a nőtlenségi fogadalmat, nem juthatnak be a halhatatlanság birodalmába. A jámbor életű családosok, a bukott jógik vagy transzcendentalisták a felső bolygókra kerülhetnek az anyagi világban, az Úr energiájának egy negyedében, de nem léphetnek be a halhatatlanság birodalmába. Abrihad vratáknak azokat nevezik, akik megszegték a celibátus fogadalmát. A vánaprasztáknak, akik visszavonultak a családi élettől, és a szannyásziknak, a lemondottaknak szigorúan tartani kell magukat a nőtlenségi fogadalomhoz, amennyiben sikerrel akarják végezni a folyamatot. A brahmacárik, a vanaprasták és a szannyászik nem akarnak újra megszületni, apraja, és nem céljuk a titkos szexuális élet. Ha a transzcendentalisták visszaesnek, újabb lehetőséget kaphatnak a felemelkedésre újra emberként, művelt brámanák vagy gazdag kereskedők családjában megszületve, a legjobb azonban, ha a legmagasabb rendű tökéletességet, a halhatatlanságot nyomban elérjük, amint emberi létformára tettünk szert, máskülönben az emberi élet egyetlen célja sem teljesülhet. Az Úr Csétánya nagyon szigorúan megkövetelte híveitől a cölibátust. Egyik társát, Csota Haridászát szigorúan megbüntette, amiért fogadalmát nem tartotta be. A transzcendentalista számára tehát, aki fel akar emelkedni, és el akar jutni az anyagi szenvedéseken túli birodalomba, az öngyilkosságnál is rosszabb, ha szándékosan belemerül a szexuális életbe, különösen ha a lemondott életrendhez tartozik. Ha valaki lemondott rendben a szexuális élvezethez fordul, az a vallásos élet legeltorzultabb formája. Az ilyen tévútra lépett ember csak akkor menekülhet meg, ha véletlenül találkozik egy tiszta baktával. 21. vers. Energiái révén a mindent átható istenség személyisége a legfelsőbb ura az élőlények minden cselekedetének, akár az anyagi energián próbálnak uralkodni, akár odaadó szolgálatot végeznek. Ő az eredeti ura a tudatlanságnak és a valódi tudásnak. Magyarázat. Ebben a versben a visván szónak nagy jelentősége van. Aki minden területen képes cselekedni, az purusának vagy kshétragyának nevezik. Ez a két kifejezés, kshétragyána és purusa egyformán alkalmazható mind az egyéni önvalóra, mind a legfelsőbb önvalóra, az Úrra. A Bhagavad Gita 13.3 a következőképpen magyarázza ezt el. Kshétragyám csápimám vidhi, szárvá kshétresu bárata, kshétra gyánor gyánam, dzsát táj gyánam matam mama. Kshétra helyet jelent, az pedig, aki ismeri a helyet, kshétra gyának nevezik. Az egyéni önvaló csupán saját cselekedetei korlától terét ismeri, ám a legfelsőbb önvaló az Úr tisztában van a cselekedetek végtelen mezeivel. Az egyéni lélek saját gondolkodását, érzéseit és akaratát ismeri csupán, de a felső lélek, azaz Paramatma, a legfelsőbb irányító, aki mindenütt jelen van, ismeri mindenki gondolatait, érzéseit és akaratát. Így módon az egyéni élőlény csak saját ügyeinek parányi úra, míg az Istenség legfelsőbb személyisége mindenki ügyeinek mestere a múltban, jelenleg és a jövőben. Védaham, Samatitáni, stb. Csak a tudatlanok nem ismerik fel ezt a különbséget az Úr és az élőlények között. Az élőlények, mivel különböznek a tudatlan anyagtól, a tudás minőségét illetően egyenlőek lehetnek az Úrral, ám abban, hogy teljes tudással rendelkezzenek a múltról, a jelenről és a jövőről, sohasem lehetnek vele egyenlőek. Az élőlény csak részben van tudatában mindennek, ezért néha megfeledkezik saját kilétéről. Ez a feledékenység különösképpen az Úr Ekapad Vibhuti területén nyilvánul meg, vagyis az anyagi világban. Ám a tettek Tripad Vibhuti terén, vagyis a lelki világban nincs jelen, s ott az élőlények mentesek minden szennyeződéstől, amely a lét feledékeny állapotának következménye. Az anyagi test a feledékenység durva és finom formájának jelképe, ezért az anyagi világ egész atmoszféráját avidyának, vagyis tudatlanságnak hívják, még a lelki világ teljes atmoszférája vidya, vagyis tudással teli. Az avidyának különféle szintjei vannak, melyeket dharmának, artának és moksának neveznek. A monisták hangoztatta moksa, vagyis a felszabadulás gondolata, mely szerint az élőlény és az Úr végső egybeolvadása révén egyek,
szintén a materializmus végső szintje, azaz feledékenység. Az önvaló és a legfelsőbb önvaló minőségi egységének ismerete szintén részleges tudás és tudatlanság, mert nem tud a mennyiségi különbségről, melyet az előzőekben elmagyaráztunk. Az egyéni önvaló sohasem lehet egyenlő az Úrral a tudásban, máskülönben nem kerülhetne a felejtés állapotába. Így aztán, mivel az egyéni önvalóra, vagyis az élőlényre egy szinten mindig a felejtés jellemző, mindig szakadéknyi különbség van az Úr és az élőlények, az egész és a részek között. A rész sohasem egyenlő az egésszel. Az a felfogás tehát, mely szerint az élőlény 100%-osan egyenlő az Úrral, szintén tudatlanságra val. A tudatlanság területén a cselekedetek a teremtés feletti uralomra irányulnak. Az anyagi világban mindenki anyagi gazdagságra akar szert tenni, hogy uralkodjon az anyagi világon, és ezért van örökös csatározás és csalódottság, amely a tudatlanság jellemző jegye. A tudás mezején azonban az Úr odaadó szolgálata van jelen, bhakti, és emiatt nem történhet meg, hogy valakit az odaadó cselekvés felszabadult szintjén a tudatlanság vagy feledékenység, avidya hatása beszennyezzen. Az Úr a tulajdonosa tehát mind a tudatlanság, mind a tudás mezejének, s hogy az élőlény a kettő közül melyik régióban akar élni, az szabad választása marad. 22. vers. Ettől az istenség személyiségétől erednek az univerzumok és az univerzális forma az összes anyagi elemmel, tulajdonsággal és érzékekkel együtt. Ő azonban távol marad ezen anyagi megnyilvánulásoktól, akár a nap, mely szintén független sugaraitól és hevétől. Magyarázat. Az előző vers kimondta, hogy a legfelsőbb igazság purusa vagy purusottama, a legfelsőbb személy. Az abszolút személy különféle energiái révén isvara, a legfelsőbb irányító. Anyagi energiájának ékapád vibuti megnyilvánulása olyan, mint számtalan szolgálójának egyike, akihez az Úr nem nagyon vonzódik, ahogyan azt a gita szavai is jelzik. Binna prakti. A tripád vibuti birodalma azonban energiájának tiszta lelki megnyilvánulása lévén, mondhatjuk így, vonzóbb számára. Az Úr tehát az anyagi energia megtermékenyítésével létrehozza az anyagi megnyilvánulásokat, és aztán a megnyilvánuláson belül kiterjeszti magát a Visva Rupa gigantikus formájaként. A Visva Rupa, amelyet az Úr megmutatott Arjunának, nem az eredeti formája. Eredeti formája Purusottama transzcendentális formája, vagyis Krishna maga. Ez a vers személyletesen elmagyarázza, hogyan terjeszti ki magát, mint a nap. A nap rettentő sugarai és heverévén szétárad, mégis távol marad a sugaraktól és a hőtől. Az impersonalisták az Úr sugaraira anélkül tekintenek, hogy ismernék az Úr valóságos, transzcendentális örök formáját, Krisnát. Krisna tehát legfelsőbb, kétkarú, fuvolát tartó, személyes formájában megzavarja az impersonalistákat, akik csak az Úr gigantikus, visvarúpáját tudják befogadni. Tudniuk kell, hogy a napsugarai másodlagosak magához a naphoz viszonyítva, és ehhez hasonlóan az Úr személytelen, gigantikus formája is másodlagos, a purusottama személyes formájával szemben. A Brahma Samhita 5.37 a következőképpen erősíti meg ezt az állítást, idézet. Az istenség legfelsőbb személyisége, Govinda, aki saját testének sugarai révén élettel tölti meg mindenki érzékeit, transzcendentális hajlékán lakik, amelyet Golokának hívnak. Ugyanakkor azonban jelen van teremtésének minden szögletében boldogsággal teli lelki sugarainak kiterjedése által, amely épp olyan hatalommal bír, mint személyes gyönyör energiája. Az Úr tehát felfoghatatlan energiái révén egyidejűleg személyes és személytelen, azaz egyetlen, teljes egységet nyilvánítva ki az anyagi és a lelki megnyilvánulások különbözőségében. Független mindentől, s mégsem különbözik tőle semmi. Még felolvasom a 23. verset. Hát fél óra, de mindegy, az pár perc. 23. vers. Amikor az Úr, Mahavishnu, a hatalmas személyiség hasán nyíló lótuszvirágon megszülettem, a hatalmas istenség személyisége testrészein kívül semmim nem volt, amivel áldozatokat mutathattam volna be. Magyarázat. Az Úr Brahmát, a kozmikus megnyilvánulás teremtőjét Svayambhu-ként ismerik, ami annyit jelent, hogy apa és anya nélkül született. Az élő teremtmény általában egy hím apa és egy nőstény anya szexuális kapcsolatának eredményeként születik,
De Brahma, az elsőszülött élőlény, az Úr Krisna teljes kiterjedése, Mahavishnu hasából kihajtó lótuszvirágon jött a világra. Az Úr hasán nyíló lótuszvirág az Úr testéhez tartozik. Brahma ezen a lótuszvirágon született, így aztán ő is az Úr testének része. Brahma, miután megjelent az univerzum gigantikus űrjében, csupán sötétséget látott, semmi mást. És ez egészen megzavarta. Az Úr ekkor szívén keresztül azt sugallta neki, végezze lemondást, és így tegyen szert mindarra, ami az áldozati szertartáshoz szükséges. Kettőjükön, azaz Mahavishnu személyiségén és magán Brahman kívül, aki az Úr testének részéből született, semmi nem volt. Az áldozatok bemutatásához sok mindenre volt szükség, legfőképpen állatokra. Az állatáldozat célja sohasem az állat megölése, hanem az áldozat eredményes végrehajtása. Az áldozati tűzbe ajánlott állat úgymond elpusztul, de a következő pillanatban új életet kap a védikus himnuszok hatására, melyet a képzett papok énekelnek. Ha nincs kellően képzett pap, tilos állatot áldozni az áldozati oltár tüzébe. Így Brahma mindazt, amire az áldozatokhoz szükség volt, garbodakasai Vishnu testrészeiből hozta létre, ami azt jelenti, hogy a kozmikus rendet maga Brahma teremtette. A semmiből semmi sem jöhet létre. Minden az Úr személyéből keletkezett. Az Úr azt mondja a Bhagavad Gita-ban, 10.8. Aham sarvasya prabhava mata sarvam pravartate. Minden az én testrészeimből jön létre, ezért én vagyok minden teremtés eredeti forrása. Az impersonalisták azt állítják, hogy nincs haszna annak, hogy az Urat imádjuk, ha minden maga az Úr. A személyes filozófia hívei azonban végtelenül hálásan az Úrat imádják, használva mindazt, ami az Úr testrészeiből született. Gyümölcsökkel és vidágokkal a Föld testtel állt el bennünket, a Földanyát az intelligens bakták mégis a Földből származó termékekkel imádják. Ganges anyának a Ganges vizével mutatnak be áldozatot, az imádó mégis élvezheti az imádott gyümölcseit. Az Urat olyan kellékekkel imádják, amelyek testrészeiből származnak, ám az imádandó, aki maga is része az Úrnak, mégis részesül az Úrnak végzett odaadó szolgálat sikerében. Még az impersonalista hibásan arra a végkövetkeztetésre jut, hogy ő maga az Úr, a személyes filozófia híve hálából odaadó szolgálatával imádja az Urat, s jól tudja, hogy semmi sem különbözik az Úrtól. A bakta ezért arra törekszik, hogy mindent az Úr szolgálatában használjon, mert tisztában van vele, hogy minden az Úr tulajdona, s hogy senki sem tekinthet semmit a sajátjának. Az azonosság egy tökéletes felfogása segít az imádónak abban, hogy az Úr szerető szolgálatát végezze, míg az impersonalista, mivel alaptalanul büszke, örökre abakta marad, s az Úr sohasem ismeri el. Következő alkalommal folytatjuk a 24. verstől. Srila Prabhupád ki jaj, Srimad Bhagavatam ki jaj, Jainitai Góra Prémanandé, Hari Hari Bol, Góra Bhakta Vrinda ki jaj, Hare Krishna.